Ebben a raktárhelyiségben szigorú biztonsági körülmények között őrzik az országgyűlési választáshoz szükséges dokumentumokat a bonyhádi polgármesteri hivatalban. Minden pontosan ki van számolva, becsomagolva a dobozokba, hogy a választás napjának reggelén kiszállítsák őket a szavazóhelyiségekbe. Filceger Ágnes jegyző azt mondja, minden szükséges előkészület megtörtént annak érdekében, hogy gördülékenyen lebonyolíthassák a szavazást. Hetek óta készülünk a választás törvényes lebonyolítására, mind itt Bonyhádon a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, mind pedig a társult településeinken. Bonyhádon 17 szavazókör, vidéki településeinken pedig 10 szavazókör fog működni. Itt várjuk a választás napján a választópolgárokat. A közös hivatalhoz tartozó vidéki településeinken nem változtak a helyszínek a szavazást tekintve. Bonyhádon 2 szavazókör esetében változás van. Ezt nem lehet elégszer elmondani. Az egyes szavazókör a Percelmúr szakközépiskola épületéből ide költözött az ügyfélszolgálatok helyiségébe, a 2-es szavazókör pedig szintén a Percelmúr közgazdasági szakközépiskolából költözött el a Vörösmarty Mihály Művelődési Központba. Tehát az üres épületben nem tudnak már szavazni, hanem ezen a 2 helyszínen. Nem csak a hivatalnak kell felkészülnie a választásra, hanem a polgároknak is. Fontos, hogy megfelelő dokumentumokkal lépjenek a szavazóhelyiségbe. Igen, aki szavazni megy, vigye magával valamely arcképes igazolványát, útlevél, személyigazolvány, vezetői engedély lehet ilyen, és a lakcímkártyáját, vagy más olyan hatósági bizonyítványt, amelyen a lakcímét, illetve a személyazonosító számát igazolni tudja. Az idei választáson több szavazólapot is ki kell majd tölteni. Aki szavazni megy, a kezébe fog kapni 3 szavazólapot, egy egyéni listás, egy pártlistás vagy nemzetiségi listás szavazólapot, továbbá népszavazás szavazólapját. Úgy kell kitölteni, hogy a listás, illetve az egyéni szavazólapon csak 1 szavazatot lehet leadni, a népszavazási szavazólapon pedig 4 kérdésre, mind a 4-re válaszolni kell. Akkor érvényes egy szavazólap, hogyha a körben 2 egymást metsző vonal található. A metszetnek minden esetben a körbe kell esnie. Találkoztunk már vicces ábrákkal is a szavazólapokon. Itt minden esetben a bizottság, szavazatszámláló bizottság dönti el, hogy érvényesnek tekinti-e a leadott szavazatot. Ez akkor érvényes, ha a 2 egymást metsző vonal a körben benne van. A választás tisztaságát a szavazatszámláló bizottságokba delegáltak jogosultak ellenőrizni. Bonyhád minden szavazókörében mindkét politikai tömörülés delegált ellenőrzésre felhatalmazott tagokat. A szavazóhelységek április 3-án reggel 6 és este 7 óra között várják a voksolni vágyókat.